Ezek a felvételek még télen készültek, amikor jóval több donornak jut eszébe elmenni vért adni. A nyári hónapokban hagyományosan csökken a véradási aktivitás, a megfelelő vérkészlet biztosításához azonban ilyenkor is napi legalább 1600-1800 véradó megjelenésére lenne szükség az országban. Ennek érdekében új módszerrel szólítják meg a véradókat. Véradó szervezők azon dolgoznak, hogy a megszervezett véradásaink úgymond sikeresek legyenek. Tehát, hogyha egy-egy településről, egy-egy munkahelyről egy bizonyos számú víradót várunk egy víradó eseményre, akkor ezt a, ezt a teljesítést, ezt, ezt be tudjuk, meg tudjuk valósítani, létre tudjuk hozni. Tehát ön, tele, egy call telefonálnak jelenleg az országban, az ország teljes területén, így hívjuk be a víradókat. Ez egy az országos vérellátó szolgálattal közösen, ez egy újfajta program, eddig minden megyéből külön-külön hívtuk a véradóinkat, most pedig ezt egy call center látja el, ahol megváltozott munkaképességű munkatársak hívják ezeket a, ezeket a rendszeres donorokat. Nekünk arra kell odafigyelni, hogy megfelelő folyadékpótlással, a, a helységeknek a szellőzésével minél biztonságosabbá tegyük azt, hogy a véradók a megszokott körülmények között tudjanak vért adni. A vér csak bizonyos ideig alkalmas tárolásra, ezért fontos, hogy biztosítva legyen a folytonosság. A nyári hónapokban azonban ez nem egyszerű. A rendszeres víradók is ilyenkor szabadságra mennek, pihenni mennek, illetve a nagy hűség az, ami nagyon sok mindenkit ilyenkor visszatart a véradástól. Ilyenkor kiemeltem fontos a megfelelő folyadéknak a pótlása, a megfelelő tápláléknak a pótlása, illetve az, hogy akkor, amikor vért adnak, akkor egy picit több időt szánjanak talán a regenerálódásra és a pihenésre, hogyha ezeket a szabályokat megtartjuk, akkor a nagy meleg ellenére is biztonsággal mehetnek a donorok vért adni. Bárki adhat vért, aki egészségesnek érzi magát, és elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. Július 3 és július 31-e között ráadásul egy nyereményjátékban is részt vehetnek a donorok, amelyhez mindössze egy online kérdőívet kell kitölteni, és már is esélyesek az ajándékcsomagokra és az állatkerti belépőkre.